Fest tavaszt az égre, fest tavaszt a térre. Közösségi rajzolással indult a 36. Tarjáni tavasz. A tavasz mára összeforta városunkban évtizedekkel ezelőtt elindított Tarjáni tavasz összművészeti fesztivállal. A program sorozat különleges alkalmat teremt a kultúra és művészet világának találkozására. A Tarjáni tavasz minden év április 4-én kezdődik, vagyis a ProArte díjas József Attila művelődési központ megnyitásának évfordulóján. A remek munkatársai a Tarjáni tavasz nyitányaként egy közösségi rajzolásra várták a salgótarjániakat. A mai esemény arról szól, hogy ezt a teret, Salgótarján főterét egy kicsit színessé varázsoljuk, ezért vannak ma itt a gyerekek, akik biztos vagyok benne, hogy fantasztikusan rajzolnak, meg az óvónénik, akik szakmájukból adódóan szintén biztos, hogy gyönyörűen rajzolnak, de most mondok valamit, nem kell, hogy szép legyen, legyen színes, legyünk jókedvűek, hiszen indul a 36. Tarjáni tavasz. Az akcióhoz csatlakoztak többek között a Mackóvár és a Pittypank tagovoda ovisai és óvodapedagógusai, a Balassi Bálint könyvtár, az Ente Ferenc Színház, a Tájakorok Múzeumok Klub Egyesület, az Egészséges Életért Klub, a Zöld út Természetjárók Egyesülete, de az éppen arra járó város lakók is rajzoltak egy-egy tavaszi motívumot, ezzel színessé varázsolva a főteret. A kréták biztosítva voltak, így az alkotóknak csak is a kreativitásukra volt szükség. Május végéig tartó időszakban a Rendezvény és Média Központ partner intézményeivel együttműködve több mint 50 programra várja a városlakókat, így mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő rendezvényt.